a helyzetbe, annak eredményeként, ami most az országgyűlés elé került. És láthatóan nem is akarnak kitérni ebben a költségvetésításban ilyen mélységű indoklásra, azért szervezik úgy a vitát, hogy most ma az általános vita lehetőleg az éjszaka során lezajlódjon, és ahogyan a parlament menetrendjében benne van, feltehetően itt a részletes vitára is sor fog kerülni a holnapi nap során, lezárásra fog kerülni, és ilyen értelemben nem lesz megindokolva az, hogy pontosan mi fog történni a megváltozó előrázatokkal, hogyan fognak alakulni az ezen csökkentett előrázatokból végrehajtható állami szolgáltatásoknak a szervezési kérdései. Ez szerintem legalább ilyen fontos kérdés. És ha megengedik a legvégén, akkor szeretnék még arra utalni, hogy ha most elfogadja az országgyűlés ezt a módosítást, akkor nyilvánvalóan annak a igénynek eleget fog tenni az országgyűlés, hogy egy olyan hiánycél kerül megfogalmazásra a továbbiakban is a költségvetési törvényben, amely hiánycélt valószínűleg reálisnak fognak tartani mind elemzők, mind befektetők, állampapírvásárlók és minden más szereplő is. Nem igazán ezzel van a probléma. Igazán azzal van probléma, hogy egy olyan mértékű kiadáscsökkentést szerepeltetnek itt most az évközbeni tételeknél, amely mértékű kiadáscsökkentés szervezeti intézkedésekkel nincs alátámasztva. Nincs alátámasztva olyan változtatásokkal, ami alapján azt lehetne hinni, azt lehetne gondolni, hogy nem fog újra termelődni majd ez a bizonyos kiadási igény, ez a bizonyos kiállítási előrejelzett növelésére vonatkozó igény. Ez az igazi veszély ennek a dolognak. Hiszen ennek az évnek a hiány teljesítése az nem igazán kérdés senki számára, hiszen pontosan tudja mindenki, hogyha a nyugdíjpénztárból elkonfiskált vagyont erre költenék valóban, akkor még akár kedvezőbb is lehetne a hiányszám erre az évre. Az igazi probléma az, hogy az úgynevezett strukturális hiány, ami a következő évekre meghatározza majd, hogy milyen mozgástere lesz Magyarországnak, hogyan fog alakulni. Ahhoz pedig ezt a most elvont kiadás előrendzett tételt, a most be nem folyó adóbevételek miatti konfliktust is kezelni kellene, mégpedig tartós módon a költségvetésben. Erre nézve azonban semmifajta szándékot, semmifajta akaratot nem érzékelünk, és láthatóan államtitkár az előterjesztésben sem tért ki erre, az írásos előterjesztés nem tért ki erre, a minisztérium nem ad ehhez többlet információt, kormánypárti képviselők ezzel a kérdéssel sem a bizottsági vitában, sem most itt ma a vitában nem foglalkoztak. Azaz az igazi nehéz kérdések úgy látom, hogy vagy feltételre sem kerülnek, de megválaszolásra biztos, hogy nem kerülnek. Pedig jó lenne, hogyha ezzel foglalkoznának, mert ez lesz az igazi kérdés a következő hónapokban és a következő években. Ebből következő, amit elmondtam, nyilvánvaló az előterjesztés támogatása nem lehetséges. Úgy gondolom, nagyon sokat kellene változtatni ezen az előterjesztésen ahhoz, hogy az előterjesztés magát ellenzéki oldalról bárki támogathatná. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Gőgő Zoltán képviselő úr következik. Rendes felszólalás. A parancsoljon képviselő. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én nem szeretném megismételni az általános megjegyzéseket itt a hibás gazdaságpolitika okán. Én a 12-es fejezettel kívánok foglalkozni, és azért is jó, mert a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára is itt van, és hát sok mindent gondolom meg tudna erősíteni majd, amit mondok. De miután elég sok levélváltásom volt a gazdasági minisztériummal, ezért egy-két dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy miért van ezzel a dologgal gond, és hogy miért fog ez beláthatatlan következményekkel járni. Tehát ugye az tény, hogy ami eddig csak zárulásra volt ítélve, az most végleges elvonásra került, ami 19,2 milliárd forint a földalappal együtt szeretném hozzátenni, ami nyilván ugyanúgy ennek a fejezetnek a kasszájából van. Van néhány pozitív döntés az áruláshoz képest. Ezt muszáj megemlítenem, mert ugye annak idején is mondtuk, hogy a középfokú oktatásnak a finanszírozása azon a szinten, ami az eredeti zárulásban volt, az azt jelentette volna, hogy augusztusban már bérfizetés sincs. Tehát az az 1 milliárd, ami most visszakaptak elvileg, az mondjuk azt jelenti, hogy októberig kitartanak. De ezzel ugye még a probléma csak két hónappal odébb lett téve, de a végleges megoldáshoz még biztos, hogy kell majd forrás. Ami szintén pozitívnak mondható, most az áruláshoz képest mondom pozitívnak nyilván, tehát mindig azért abból kell kiindulni, itt a teljes kassa elvétele nem változott, az a parlagfű program, ahol végül is nincsen csökkentés, tehát ez meg úgy gondolom, hogy egy olyan népegészségügyi ügy, amiről inkább még kellene forrás, nem még el kellene venni. Az, hogy az MVH-nál akkor is látszott, hogy nem lehet a IR működéséből pénzt elvonni, mert egyébként meg fog állni a rendszer, így is sok probléma az MVH-val, ez most ebbe megjelent. Én, ami gondot, nagyon nagy bajt látok, ami nem is igazán most már a minisztérium finanszírozása, hanem a szakigazgatási hivatal, központi kormányhivatali működtetése,
aminél látszik, hogy a napi feladat elvégzésére nincs elegendő forrás. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy nem, hogy a egyéb újonnan vállalt feladatokat nem tudják például az áratolási szolgált, meg az élelmiszerbiztonsági szolgált ellátni, hanem a kötelező állami feladatokat nem lehet mondjuk havi 600 kilométeres gépkocsi kerettel kezelni. Ezt végig kell gondolni a kormánynak, mert egyébként az egész rendszer összeomolhat. Még egyszer mondom, ez nem a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a kezelésében, hiszen a forrásokat együtt a összevonás kapcsán átadta az igazságügyi a KIM-nek. Ami egy érdekes helyzet, ugye folyamatosan mondtuk a költségvetési vitánál, hogy van egy olyan kassza, ami sajnos valószínűleg nem lesz igénybe véve teljes mértékig, ez az uniós társfinanszírozás. Most a miniszter kapott egy felhatalmazást, hogy onnan is csoportosítasson át, ez egy új elem, ez eddig nem így volt. Ezzel nem lenne gond, hogyha nem arra kellene fordítsa, hogy a abszolút hibásan tervezett árfolyam kockázatot kellene neki valamilyen módon pótolni. Csak mondanám, Becsei államtitkár úrnak soha nem volt arra példa, hogy a minisztériumnak saját magának kellett volna árfolyam kockázati ügyeket kezelni, hiszen ez egy olyan elég nehezen tervezhető dolog. Mi elmondtuk egyébként, hogy itt nem árfolyam nyereség lesz, hanem árfolyam veszteség, és most már ez olyan szinten van, amit nyilván valamit lépni kellett. De én úgy gondolom, hogy inkább az egyéb lukakat kellene betömni a uniós források társfinanszírozásából, ami sajnos azért fog bekövetkezni, mert nem lesz annyi kifizetés, mint amit a kormány tervezett, hiszen eléggé lassan megy a pályázatoknak az elbírálása. Tehát ott van egy lehetőség, de ezt nem erre célra kellene fordítani. Én meggyőződésem, hogy ezt csak a központi költségvetési tartalékból lehet rendezni. 7-8 milliárd forintot nem lehet innen se nagy valószínűséggel átcsoportosítani. Ami egyértelműen rosszabbul járt, és hát ezek presztízs ügyek ráadásul, ez az állami gémmegőrzési feladatoknál nagyobb lett az elvonás, mint az eredeti zárulásnál. Ez egy örök vitánk volt mindig, hogy most ez elég, nem elég. Az eredeti pénz se volt elég, abból ugye elvonás lett, most meg még nagyobb elvonás lett. Tehát ugye ezzel azt szeretném mondani, hogy nem egészen a zárulása egyenértékű elvonás van, összegszerűen igen, csak ugye más sorokból, és én szerintem ez például egy olyan sor, ami hát elég kényes történet. Ugyancsak mindenki jónak tartotta, hogy legyen egy önálló tanyaprogram előkészítésére forrás, most ugye ez is csorbát szenved, eredetileg ezt nem érintette volna az árulás, pontosabban igen, 5% helyett most 18%-ot vettek el, 155 millió forint, nagyon rossz üzenet ennek a területnek. Hát amit aztán végképp nem értek, hogy lehet erdődeterminációba zárulni, hát azért determináció, mert ez egy eleve keletkezett kifizetési kötelezettség, tehát hogy ezt hogy kezeli a minisztérium erre, megmondom őszintén, elég attraktív voltunk mi is annak idején, de mondjuk erre nem lenne ötletem, megmondom őszintén, hogy ezzel mit kezdünk, és ez ugye főleg a magánerdő gazdálkodókat érinti, akik egyébként a felsőházi teremben olyan ígéreteket kaptak itt az ősz folyamán, hogy itt aztán tejbe, vajba folyó kánál lesz, igaz, hogy már akkor megvolt a költségvetés, amiben tisztán látszott, hogy egy fillért nem fognak kapni erre az évre, de hát ezt még a köztársasági elnök is megerősítette, hogy itt aztán minden rendben lesz erdőfronton. Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása, 10%-kal megnövelték az elvonást. Ezek olyan kifizetések, amit én nem tudom elképzelni, hogy nem lesz meg, ebből biztos, hogy óriási viták lesznek, és mondjuk nem szeretném ezeket lefolytatni majd az illetékesekkel. Ami viszont a legnagyobb fájdalmunk, ja, még egy olyan terület van, ahol belátta a kormányzat, hogy a vízügyi feladatok és a bizonyos vízügyi feladatok, meg környezetvédelmi feladatoknál az a mértékű elvonás, ami eredeti zárulásban volt, az tartalatlan, tehát az nyilvánvaló, hogy nem lehetett volna megcsinálni. És ugye az eredeti zárulásnál az volt a magyarázat, hogy igen, de a nemzeti támogatások csak nagyon kismértékben sérülnek, hiszen csak egy 2 milliárdos zárulás érinti mondjuk a 40 milliárdos kasszát. Hát ez most éppen megfordult, mert most már 6 milliárdos érinti, amivel én azt gondolom, hogy nagyjából augusztussal, valami lehet, hogy hát akkor biztos, le kell állítani a nemzeti támogatásoknak a 2011 éves további folyósítását, vagy hát a számolását, mert ugye megvan egy kassza, hogy meddig lehet elmenni bizonyos nemzeti kasszából. Ugye ennek van egy része, amit viszont már kifizettek, tehát a top-upnak abból már nem lehet elvonni, mert az kifizetése került. Tehát csak a maradékot érinti ez a 6 milliárd, ami meg olyan szintű már, hogy hát itt az, hogy állatjóléti támogatás meddig lesz fizetve, meg gyógyszer, meg hullamegsemmisítés, meg egyéb, amik ugye most újra lettek indítva nagyon helyesen, hogy erre meddig lesz forrás, én nem tudom. Tehát én meggyőződésem, és ezt most nem a
vidékfejlesztési minisztérium, mondom már nyilván ezt ő nem nagy kedvel hajtja végre ezeket a kormányzati döntéseket, hanem a gazdasági minisztériumnak, hogy át kellene tekinteni ezt a kérdést, és ha már hozzájárulnak, hogy lehessen uniós nemzeti lábból, ami még egyszer biztos, hogy nem fog felhasználásra kerülni, hogy ne a árfolyam kockázatból adódó árfolyam veszteséget kell finanszírozni a minisztériumnak, hanem mondjuk a nemzeti támogatás elvonás helyett lehessen, ha már egyszer mindenképpen pénzt elvonni, akkor inkább oda legyen átcsoportosítás. A másik, hogy ugye lehet spórolni, csak vannak bizonyos kötöttségek, és most megint vissza kell térek egy mondattal a szakigazgatás ügyére. Sokáig nem lehet tartani a gazdatársadalommal szemben, hogy a kialakulott 650 fős falugazdász hálózat az most már csak 570 fős. Ezt valahogy meg kell oldani, és én tudom, hogy ez most kifejezetten költségvetési ügy, de államtitkár úr még akkor egy pótkocsiró nagyon erős hangot intézett itt a Kossuth téri tüntetésen, hogy már pedig ehhez a rendszerhez nem szabad nyúlni, hát most aztán lazán hozzányúltak. Legalábbis én úgy látom, hogy az elbocsátott embereket nem nagyon spórolják, az elbocsátásokat nem akarom ide keverni, mert az igazából nem költségvetési ügy. Pontosabban úgy tűnik, hogy részben politikai, részben költségvetési ügy. Én a falugazdászoknál inkább költségvetési részét látom, hiszen ezek az emberek általában 20 éve ott vannak, azóta persze közben volt egy Fidesz kormány is, tehát nem gondolom, hogy ez mind a mi emberünk lett volna. Én végezetül azt szeretném mondani, hogy nagyon megfontolnám ezt a ilyen típusú elvonásokat, főleg a nemzeti támogatásoknál, és én azt kérem a gazdasági minisztériumtól, meg hát egyben a kormánytól is, hogy ne engedje el ilyen szinten a vidékfejlesztési minisztérium kezét, nem volt erre példa. Tehát a legnehezebb időben is azért általában azok a kialkudott támogatások, ami nagyjából azt eredményezi, hogy az ágazat legalábbis talpon tartható a komoly 3 éven keresztüli időjárási problémák után, hiszen még az idei évnek sincs vége, és még nem tudjuk, hogy mit hoz majd ez az év, és hát főleg azok az ágazatok, az állattenyésztés, akik uniós forrásokból nem szinte semennyi pályázati fejlesztési pénzeken kívül szinte semennyi támogatást nem kapnak, hogy ezeket a folyó kifizetési sorról valahogy ezt a 4 milliárd forintot vissza kellene rakni. Én azt tudom, hogy nem, én annak idején mondtam, hogy ez nyilván kettőt se kellene elvonni, de látva rossz gazdaságpolitika következményét, és ezzel valamit kezdeni kell, én úgy gondolom, hogy ezt a sort ezt mindenképpen kezelni kell. Ebben segíteni kell a parlamentnek, úgy gondolom a vidékfejlesztési minisztériumnak, és hát meg kell próbálni valahogy az elveken kicsit változtatni, még akkor is, hogyha néhány sor úgy tűnik most megmenekül, de nem tartósan. Tehát én azt kérem Becsei államtitkár úrtól, hogy fontolják meg ezt az ügyet, igen rossz hangulatot teremt vidéken, és hát nyilván ami a komolyabb fellépés azért van visszafolytva, mert hát az a kör, aki ezt igazából szervezni, annak nagy része itt ül a parlamentben, nyilván nem fogja szervezni saját maga ellen, de odaérhet a dolog, hogy ezek az intézkedések előbb-utóbb nagyon komoly ellenállást váltanak ki, és ez úgy gondolom most az ország jelenlegi állapotában senkinek nem lenne jó. Ezt kérném, hogy ezt fontolják meg, és próbálják ezt valami más alapokra helyezni, uniós pénzek más típusú átcsoportosításával és az árfolyam kockázatnak a központi tartalékból való rendezésével, ez az ügy kisebb feszültséggel, nem azt mondom, hogy nulla feszültsége, de kisebb feszültséggel kezelhető lenne. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Burán Sándor képviselő úr következik rendes felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, mélyen tisztelt elnök úr a szót, tisztelt államtitkár urak, képviselő hölgyek és urak, tisztelt országgyűlés. Az előttünk lévő törvényjavaslat a költségvetés módosításáról nem más, mint egy 85 oldalas őszinte beismerő vallomás. Egy őszinte és részletes beismerő vallomás arról, hogy az a gazdaságpolitika, amelyet a kormány bevezetni szándékozott és nagy léptekkel be is vezetett, az megbukott, és az a makropálya, az az államháztartási pálya, amelyet megcéloztak, ezen az úton tarthatatlan. A bajok tulajdonképpen a személyi jövedelemadó törvény megváltoztatásával kezdődtek. A személyi jövedelemadó törvény megváltoztatásával ugyanis önök létrehoztak egy társadalmilag mélyen igazságtalan adórendszert. Egy olyan adórendszert, amely azoknál hagy
minél több pénzt, akik a legjobban keresnek az országban, és akik bruttó 300 ezer forint alatti jövedelmmel rendelkeztek és gyermektelenek, azoknak pedig csökkent a jövedelme, a nettó jövedelme. Márpedig ők az ország többsége. A munkavállalók többsége, akiknek most kevesebb van a zsebében, amelyet éppen egy másik törvényjavaslat próbál ellensúlyozni, erre most nem térek ki, annak is nyilván megvan, meg lesz a vitája. Ezzel a személyvédelemadó törvénnyel azonban nem csak az a probléma, bár ez elég nagy baj, hogy társadalmilag mélyen igazságtalan. Az a baj, hogy gazdaságpolitikai szempontból is tökéletesen elhibázott. Elhibázott, mert az önök gazdaságpolitikája arra épült, legalábbis a deklarációk szintjén, hogy azért kell csökkenteni ilyen mértékben a munkavállalók személyi jövedelemadó terheit, mert az embereknél több pénz marad, az embereknél, ha több pénz marad, akkor többet tudnak vásárolni, ez megnöveli a fogyasztást, és a fogyasztáson keresztül a kereskedelem a szolgáltatások kiélénkülésével a gazdasági növekedést is meglöki. Ez a számítás tévedés volt. Tévedés volt, mert azok a munkavállalók, akik 300 ezer forintnál több bruttó keresettel rendelkeznek, azok a többlet pénzeket nem költötték fogyasztásra. Ezeknek az embereknek ugyanis már, ha nem is bőven, de van mit aprítani a tejbe, ellentétben azokkal, akik fizetéstől fizetésig élnek, és bizonyos az utolsó napokon nagyon meg kell gondolni, hogy mire mennyi pénzt adnak ki. Ez a réteg, ha plusz pénzzel rendelkezik, akkor vagy megtakarít, vagy ha vásárol, akkor nagyértékű, elsősorban importcikkeket vásárol. A megtakarítás egyébként lehetne örvendetes cél is, hiszen Magyarországon tudjuk, hogy a háztartások megtakarításai nem hogy gyengék, hanem eladósodottak a háztartások. Ez akár még örvendetes cél is lehetett volna, ha ez lett volna a cél, de hát mint tudjuk, nem ez volt. A kormány deklarált célja a fogyasztáson keresztül a kereslet élénkítésével a gazdasági növekedés beindítása volt. Ez a vállalkozás bukott meg mostanra. Ez a 85 oldalas beismerő vallomás rávilágított ezekre a tervezési gyengeségekre. Pontosan ezen tervezési gyengeségek miatt maradnak el a társasági adóbevételek és az általános forgalmi adóbevételek drasztikus mértékben. Olyan mértékben, ami már korrekcióra szorul. A kormány az indoklásban ugyan arra hivatkozik, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, és a nemzetközi helyzetben meglévő kockázatok indokolják azt a takarékosságot, hogy az árolásból, az árolt összegekből most több mint 180 milliárdot ténylegesen el is vonnak. Az igazság azonban nem ez. Az igazság az, hogy ha ezekre a gazdaságpolitikai hibákra visszatérünk, hogy jelenleg a gazdaságpolitikának a legnagyobb kockázata maga a kormány. És maga a kormánynak az a felfogása, ami mostanra megbukott. Nézzük, hogy mi várható, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Nos, mindazokat a hibákat, amelyet a gazdaságpolitikában önök most elkövetnek, erre az évre jótékonyan elfedi az ellopott nyugdíjpénztár vagyon. Ez a szinte 3000 milliárd forintnyi gigantikus összeg, amely egyszeri bevételként itt áll rendelkezésre, és mint egy óriási fügefa levél eltakarja mindazokat a hiányosságokat, amelyek rövidesen napvilágra fognak kerülni, és amelyek az elemzők számára már világosak. Le kell szögeznünk, hogyha a magányugdíj pénztárak államosítása nem következett volna be, akkor az államháztartás idei hiánya 7%-ra rúgna az elemzők szerint.
ami egy hatalmas szám. De legyünk igazságosak. Szóba került már az úgynevezett strukturális hiány, az a fajta hiány, amelyet úgy számolnak, ezt a nem közgazdászok kedvéért mondom el, hogy levonják az egyszeri bevételeket és az egyszeri kiadásokat, és az így módon megtisztított költségvetésben nézik meg, hogy évről évre rendszeresen milyen egyenleget produkálna, vagy milyen egyenleget produkál az államháztartás. Most erre az évre ez a számító strukturális hiány, amely mentes, meg van tisztítva az egyszeri bevételektől, valamint az egyszeri kiadásoktól, ez valamivel több, mint 5%. Messze fölötte van azoknál a célkitűzéseknél, amelyet a piac elvár a kormánytól, és amelyet egyébként a kormány maga elé célként ki is tűzött. Ez a makropálya és ez a társadalompolitika nem tartható fenn. Ez a gazdaságpolitika azért nem tartható fenn, mert ezek az egyszeri bevételek elfogynak. Jövőre már nem lesz államosítható magánnyugdíj vagyon, és nem tarthatóak fent hosszú távon azok a különadók sem, amelyet brutális mértékben a bankszektorra, és kevésbé brutális, de nagyon számottevő különadók formájában különböző szektorokra önök kivettettek. Ha tekintetbe vesszük, hogy a személyi jövedelemadó csökkentésnek a hatása, ami idén 500 milliárd forintnyi lyuk a költségvetésen, az évről évre újra termelődik, akkor felmerül a kérdés, hogy 2011-et követően önök ezeket a bevétel kieséseket mivel fogják pótolni. Erre semmiféle elképzelést nem látunk jelenleg, és a gazdasági növekedés pedig egyáltalán nem úgy alakul, hogy önmagától megoldaná ezeket a problémákat. Megjegyzem, ez a gazdasági növekedés, ami jelenleg van, és amely örvendetes, nem is szeretném ennek hatását lebecsülni, azt viszont szeretném leszögezni, hogy ez nem a kormány gazdaságpolitikájának az eredménye. Ez azoknak az exportpiacoknak a felfutásának az eredménye, elsősorban a német piac felfutásának az eredménye, amely évek óta maga után húzza a magyar gazdaságot, és amelynek a visszaesését a magyar gazdaság bizony nehéz években megszenvedi. Önök deklarálták, hogy legfőbb ellensége az országnak az államadósság. Most önök ebből a szempontból is tévúton járnak. Szeretném önöknek elmondani, hogy az államadósságot hízlaló egyik legfontosabb tényező az államháztartás hiánya. Az előbbi levezetésemben világosan megmutattam az elemzők számításai nyomán, hogy önök valójában, ha magánnyugdíjpénztár bevételekkel nem számolunk, nem csökkentik, hanem növelik az államháztartás hiányát nagyobb mértékben, mint egyébként az a válság kellős közepén megadatott az országnak a Bajnai kormány idején, és ezen keresztül az államadósságot valójában közép és hosszú távon nem csökkentik, hanem növelik. Hogy ez a törekvésük egyébként mennyire nem eredményes, azt éppen egy mai számmal lehet illusztrálni, hiszen az Államadósság Kezelő Központ a ma reggeli lapokban publikálta jelentését az államadósság alakulásáról. Nos, ha önök megnézték ezt a számot, akkor pontosan tudhatják, hogy az államadósság még soha ilyen magas nem volt, 21 ezer milliárd forintra rúg, lényegesen magasabb, mint tavaly ilyenkor. Joggal tehetnénk fel a kérdést, ha önök legfőbb ellensége az államadósság, ehhez képest nem csökkenteni, hanem növelni sikerült, akkor mit csinálnának, ha nem is lenne az ellenségünk? Összefoglalva tehát, önök most korrigálnak, és erre jó okuk van. Jó okuk van, mert elszámolták alaposan a bevételi számokat, elhibázták azt a gazdaságpolitikát, amelyetől egy olyan növekedést reméltek, amelyet egyébként intézkedésekkel semmilyen módon nem támasztottak alá. És ami ennél még fájdalmasabb, ennek ára egy olyan személyi jövedelemadó rendszer volt, ami csak a gazdagoknak jó, és a munkavállalók többségét kitevő szerény jövedelmű munkavállalóknak pedig kifejezetten hátrányos. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen.
Kétperces hozzászólásra Szűcs Erika képviselőasszonynak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Burán képviselőtársamnak a felszólását szeretném kiegészíteni, speciálisan a szociális terület helyzetével. Azt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy ebből a szempontból mind az egykulcsos adórendszert, azaz a jövedelmeknek a felső, legjobban keresőköz történő átrendezését, mind pedig a szociális területen megfogalmazódó és biztosított jövedelempótló támogatásoknak a csökkenését egy társadalompolitikailag elhibázott lépésnek tartjuk, de most kiderült, hogy ez gazdaságpolitikailag is abszolút kontraproduktív. Én azt gondolom, másként kellene nézni a magyar társadalmat önöknek, hiszen a KSH legfrissebb adatai szerint 37%-a a szegénységi küszöb alatt él, több mint felének egyáltalán nincs megtakarítása, és nagyon érdekes, hogy az átlag alatt keresők azok 35 milliárd forinttal több adót fizettek be az előző évhez képest eddig, a felső 10 000 pedig 170 milliárddal kevesebbet. Én azt gondolom, hogy a szociális területen nem nyírbálni kellene, hanem a folyósítást átalakítani, és a sűrű föllér politikáját folytatni, nem a ritka forintét, mert abból lenne belső kereslet és belső fogyasztásnak legalább a stabilizálódása. Azokkal a közmunkaprogramokkal, amelyekhez nem társul értelmes jövedelem, nem segítenek, hanem tovább mélyítik azt a problémát, hogy nincs jövedelme az embereknek, nincs vásárlás, nincs belső fogyasztás, és a gazdaság egy lefelé menő spirálba kerül. Gyakorlatilag minden olyan területen, amely a hátrányos helyzetűeknek a élethelyzetét javította volna, a zárolás, illetve az elvonás végül is romlást jelent, a roma felzárkóztatás, az állami bérlakás program, a mozgáskorlátozottak támogatása, és hát természetesen különlegesen feltűnő az, hogy miközben önök a foglalkoztatásról beszélnek, a legnagyobb összegű növelés éppen a segélyeknél van. Ezért is elfogadhatatlan mindaz, amit önök most elénk terjesztettek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselőasszony, rendes felszólalásra Göndör István képviselő úr, jegyző úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, államtitkár úr, képviselőtársaim. Én egy kicsit keményebben fogalmazok annál, amit Burán Sándor képviselőtársam mondott. Én azt mondanám, hogy ennek a kormánynak nem volt gazdaságpolitikai elképzelése akkor, amikor átvette a kormányzást, és még akkor sem volt, amikor a 2011. évi költségvetést elkészítette. Nem jöttem le a helyemről, és nem, ezért nem nyomtam kétperceseket, engedjék meg nekem, hogy beleszőjek néhány gondolatot, mert beleillik abba, amiről beszélni akartam. Nagyon érdekes, ma a miniszterelnök úr is 2008-ban világméretű válságról beszélt. Nem csak Magyarország, Európa és azon túl is. Nagyon érdekes, hogy ma már ugyanerről beszél Babák képviselő úr is, hogy azt mondja, hogy az európai folyamatok kedvezőtlenebbek. Szóval ezt mi is tudtuk. Aztán amikor arra hivatkoznak, hogy a magánember, akkor én most hadd mondjak egy példát, amikor a magánember hitelt vesz föl, akkor arra spekulál, hogy a bevételei nem csökkennek a belátható időn belül, tehát a futamidő alatt nem csökken a jövedelme. A magyar emberek ezt szokták meg a rendszerváltás előtti időszakban, a nagy többség, az a generáció, aki tényleg hiteleket vesz fel. És ugyanígy működött, ahogy Babák úr is azt mondja, és én is ezt állítom, hogy ugyanígy működött az államháztartás, mert igenis 2002 után a piacon rendkívül olcsó kamattal lehetett hitelt fölvenni. És joggal lehetett arra számítani, hogy az az intenzív beruházási program, amit akkor elkezdett a magyar kormány, az majd a növekedésből képes lesz ezt megtermelni. Csak itt is lett egy olyan, hogy 2008 és válság. És szeretném elmondani, hogy most beszélt már Dancsó úr is a másik összefüggésről, az export. Abból lehetett tudni már akkor, hogy baj van, és ez begyűrűzik hozzánk, hogy legelőször a piaci hatásokra a nagy exporttal bíró vállalkozások reagáltak,
Ők bocsátottak el legelőször, ők csökkentettek legelőször termelést, és nyilván ez a beszállítói körre, a kis és közepes vállalkozásokra is átment. Aztán szeretném azt is elmondani, hogy az export fölpörgött. Az export már 2009 óta növekszik folyamatosan. Ez egy pozitív, ezt azt hiszem, hogy ennek mindannyian örülünk, de Dancsó képviselő úr nagyon korrektül kimondta, hogy szóval a túl nagy aktívum a fizetési mérlegben az egy ponton túl nem biztos, hogy szerencsés, nem biztos, hogy előnyös a magyar gazdaság számára, mert ha tetszik, ha nem, ez makroszinten azt jelenti, hogy a fogyasztás visszaesett, és ezt a KSH igazolja a múlt évre is és erre az évre is, hogy a belső fogyasztás visszaesett, ugyanakkor visszaesett a beruházás, és nekem